megint egy nagyon furcsa szerepbe keveredtem újra, és higgyétek el, ebben semmi koncepció nem volt, de megint egy miniszterelnök levelét fogom felolvasni. Egy volt miniszterelnök levelét. Bajnai Gordon. Kedves István, köszönöm szépen, hogy meghívtál. Sajnálom, hogy ma nem tudok veled, veletek lenni. Ezt a szombatot már jó régen lekötötte a családom. Nagyra becsülöm és heroikus vállalásnak tartom, hogy belevágtal a szárszói hagyomány újjáélesztésébe. Így talán láthatóvá válik, hogy még mindig létezik a NER hamis világán túl egy másik, egy valódibb, sokszínűbb és igazabb magyar szellemi közösség is. Ez pedig reményt kínálhat azoknak is, akik ma nem lehetnek ott veletek. István! amikor felhívtál, azt kérted, hogy mondjam el én is, mit gondolok a jelen helyzetről. Udvariatlanság lenne távol lévőként hosszan értekezni, ezért csak egyetlen ügyre, a legfontosabbra szeretném felhívni a figyelmet. Én úgy látom, kicsit távolabbról nézve, hogy a nemzeti érdek a közös magyar jövők szempontjából sorsdöntő évek következnek ránk. Magyarország polgárainak hamarosan választania kell a NER és Európa között. Akarva vagy akaratlanul cselekedve, vagy csak elszenvedve ezt a döntést. Az ország jelenlegi vezetője már jó ideje érzi és tudja, hogy rendszere, hatalma és személyes gyarapodása tartósan nem maradhat fent az Európai Unió keretein belül. Ezért hát eldöntötte, hogy a megfelelő pillanatot kivárva kivezeti az országot az Európai Unióból és a nyugati szövetségi rendszerekből. Két kulcsfontosságú dolog persze hiányzik még neki ehhez. Egyrészt egyelőre nincs meg a politikai többsége, de ez már jó ideje nagy erőkkel építi, látjuk és halljuk minden nap, mindannyian. Másrészt, másrészt nincs gazdasági megoldása arra a zuhanásra, ami utána következik, bár folyamatosan üzérkedik a befolyással és keresi a kegyeket keletem. A döntési helyzet azonban hamarosan előállhat. Az Európa ellenes kampány már évek óta folyik. Kompország horgonyán, fürgeújak már bontogatják a csomókat. A kérdés az, hogy lesz-e most még meglévő Európa párti többségnek esélye, képessége szembeszállni, megszerveződni és ellentartani a százmilliárdokból működtetett propaganda és jogi gépezettel szemben. Hogy a szabadság kis körei összetudnak-e végre fogni és megvédeni magukat, az országukat, a jövőjüket egy katonai rendbe szervezett, kistafírozott, erőszakos és elnyomó rezsimmel ellenében. Ott, a Margit szigeten, a szabadság kisköreinek mai seregszemléjén erről mindenképp beszélni kell. Nagyra becsüléssel és barátsággal üdvözlök benneteket, Bajnai Gordon.